Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha ma velem tartanak az aszcendensben, megtudhatják, milyen népszokások babonák kötődnek az év ezen időszakához. Mazár Katalintól hasznos szépségápolási tanácsokat kapunk, lesz pilátesz gyakorlat is, megismerkedhetnek egy rendkívül tehetséges ifjú zongoristával, valamint megtudhatják, hogy mit ígérnek a csillagok, illetve milyenek is a kosok. Tartsanak velem! És akkor most kezdjük Pál Istvánnal, aki elmeséli nekünk, hogy nagyanyáink milyen népszokásokat tartottak be, milyen babonákhoz igazodtak az év ezen időszakában. Milyen népszokásokra kell odafigyelnünk, illetve babonák mit mondanak nekünk a következő időszakról? Hát az elmúlt időszakban beszéltünk a téli népszokásokról, a téli hagyományokról. Sőt, a farsangot is már elhagytuk. Hát bizony, nehogy valaki most kezdjen el farsangolni, hiszen már március van, és már majdnem fele eltelt a nagybőjtnek, és ilyenkor már vétek, Isten ellen való vétek farsangolni. És egyébként is a farsangot azt úgy mindig az egyház tiltotta, és azok szerették csak, akik csinálták és művelték. Március már a tavasz kezdetét jelenti, a mezőgazdasági munkáknak a kezdetét jelenti. Ha fene-fenét eszik, akkor is eljön a tavasz, bármilyen időnk is van, akár nekem most, a kedvencem, akár egy amit a fűről szoktál mondani. Igen, hogy ilyenkor már kalapáccsal se lehet visszavenni a füvet a földbe, ha az már elindul. Tehát március az már az emberek vágyakozásának a netovábbja, az, amikor már kimehetnek a kertbe, kimehetnek a szántóföldre, ültethetik a termékeket, a növényeket, metszhetik a szőlőt. Bárha valaki már márciusra nem metszette meg, akkor az kicsit késésben van, hogyha elég sok szőlőterülete van. De ha nagyon belehúz, majd utoléri magát. Hát persze, természetes. Sokan pedig azt mondják a szőlőtermesztők között is, hogy amíg nem látszik, hogy melyik egészséges és melyik nem egészséges a szőlővesszőnek a rügye, addig nem szabad metszeni, mert ha még jön egy tavaszi fagy, akkor lefagyhatnak azok a rügyek, amelyeket meghagytunk akár termőnek, akár levélrügynek, és ilyenkor még korrigálni lehet a metszésnél. Na most ez nem néphagyomány, ez a gazdasági élethez tartozó. Néphagyomány szempontjából március 12-e nagyon fontos, hiszen ez a juliánus naptár szerint a tavaszi napi egyenlőségnek volt a napja, tehát ekkor kezdődött hivatalosan a tavasz. A Gergely naptár szerint egy kicsit úgy visszamaradt szerencsétlen a népszokások tekintetében, tehát ha Gergely, akkor a Gergely naptár számít, akkor az számít, hogy ekkor volt az iskolásoknak a tavaszi fél év kezdete. És ilyenkor kezdték el toborozni a pedagógusok, a tanárok, tanítók a gyerekek segítségével az iskolába a gyerekeket, hogy minél többen jöjjenek, hiszen általános tankötelezettség nem volt, hanem úgy kellett agitálni a szülőket, akik ilyenkor tavasszal már sokkal nehezebben adták a gyerekeket az iskolába, hiszen akár liba őrzés, akár a kis testvérnek az őrzésére föl lehetett a legkisebb gyerekeket is biztatni, hiszen a szülőknek ilyenkor már nagyon meggyűlt a baja a szántóföldi műveléssel, és mindenki azt végezte. Ilyenkor a gyerekek a tanító vezetésével összeálltak, és csoportosan fölkeresték azokat a házakat, amelyekben nem eladó sorban, hanem iskola sorba kerülő gyerekek voltak, és különböző verseket mondtak, ecsetelve az iskolába járásnak a szépségeit. Mindig volt egy fiú, aki a többiek közül magasságával, értelmével is kiemelkedett. Ő neki a fejére egy kalapot húztak, ezt mint a vőfélyeknek hosszú szalagokkal kidekorálták, és a kezébe egy fakardot adtak, a fakardra pedig egy szalonnadarabot tűztek. Ez felhívás is volt, vagy enyhe ösztönzés azoknak a házaknak a tulajdonosaihoz, akiket felkerestek, mert ilyenkor adományt illett adni a gyerekeknek, tojás, szalonnát, kolbászt, amit aztán összegyűjtöttek, hazavitték, sütöttek belőle rántottát, és együtt megették. Ugyanakkor a megkapott ajándéknak nagy részét felajánlották a tanítónak, és sokszor a tanítónak a javadalmazásába ezt bele is foglalták, hogy a gergelynapi Gergely járás idején kapott ajándékok az ő javadalmát képviselik.
Mostani márciusunk eléggé gazdag a népszokásokban, meg az ünnepekben, hiszen bár mindig március 18-19-21-ére esik a Sándor József Benedek, akik zsákban hozják a meleget, természetesen a Klaudia is ott van a március 20-án, de hogy jön neki a mondás, hogy Sándor József Klaudia zsákban hozza a meleget, semmi értelme nem lenne. Tehát csupán a rím kedvéért volt ez az, hogy a Benedek a harmadik és közben a Klaudia. Tehát ez már olyan tavaszi jó idő beköszöntének majdnem biztos tudatában alakult ki ennek a három napnak a ünneplése, meg az ugratásra való lehetőség is, hiszen ha nem hozott a Sándor József Benedek egyike sem meleget, akkor ugratták őket, hogy milyen Sándor József Benedekek vagytok ti, ha meg hozta, az meg természetes volt, hiszen megmondtuk, hogy a Sándor József Benedek meleget hoz. Ami még nagyon fontos ebből a időszakból, az a március 25-e, ami a gyümölcsoltó boldogasszony napját jelenti, amikor muszáj volt egyes vélekedések szerint elvégezni a gyümölcsfáknak az oltását, szemzését, hiszen ha ilyenkor csinálták ezt a műveletet, akkor bőséges termés nőtt azokon a fákon. Más vélekedések szerint meg pont az ellenkezője, hogy gyümölcsoltó boldogasszony napján nem szabad hozzányúlni sem a fákhoz, mert akkor megsértik a termést, megsértik a fának a termékenységét. Érdekes módon ugyanerre a napra esik ebben az évben a nagypéntek, hiszen most elég korán van a húsvét. A nagypént. Mert hogy mitől is függ a húsvét? Igen, ezt szerintem már mindenki tudja a nézők közül. Mindig vannak új nézők. De azért elmondom az újabb nézőknek, hiszen egy újszülöttnek minden vicc új, de ez nem is vicc, hanem a tavaszi napi egyenlőséget követő holt tölte utáni első vasárnap. És a tavaszi napi egyenlőség? Az mindig március 21-én hát, van. Hát valamikor 20-21. Nem lehet, hát 21-e, ez általában ez 21-e, lehet 4 perc, lehet 1 óra, meg ilyesmi, tehát, de ezt korrigálják egyébként a szökőévekkel 4 évente, ezt a negyed napot évente, ami különbözőség van, és valóban, ahogy mondod, így lehet negyed nap, vagy fél nap, vagy 3/4 nap különbség is a 21-e, tehát legkorábban elvben 23-án lehet húsvét, mert ha 21-én van a tavaszi napi egyenlőség, 22-én a holt tölte, és ez szombatra esik, akkor vasárnap, az első vasárnap az 23-a, most 27-28-a jelen évben. És ezért nagyon fontos, hogy ha ez a két ünnep, a gyümölcsoltó boldogasszony, meg a nagypéntek összeér, akkor most mit csináljanak az emberek, hiszen most még böjt van, tehát nagypéntek meg különösen böjtös ünnep, olyankor még a reformátusok, tehát a protestánsok is böjtölnek, tehát nem esznek semmiféle zsíros ételt. Egyébként az egész nagy hét olyan, hogy a felkészülés a húsvétra, erre a kereszténységnek az egyik legnagyobb ünnepére, a karácsony a másik legnagyobb, tehát mindenképpen egy olyan várakozás időszaka van, meg azoknak a munkáknak, elvégzésének az időszaka, amely azt jelenti, hogy kicsinosított, kimeszelt, kitakarított házakkal kell várni ezt a nagyszerű ünnepet, és ugyanakkor pedig dologtiltó nap is a nagypéntek, hiszen ilyenkor pedig nem szabad dolgozni. Most akkor hogyan oltsa a gyümölcsfát az a szegény férfi ember, aki be is akarja tartani azt a szabályt, amit egy egyházi szabály fölülír. No de mindegy, mert a nagypéntekhez egyébként nagyon sok olyan népszokás is fűződik, ami a mai fogalmaink szerint kissé bizarnak tűnik, hiszen ilyenkor mindig napfelkelte előtt történnek ezek az események. A baj elhárítás érdekében a háziasszonynak messzelenül körbe kell szaladnia a házat, hogy a kígyók, békák elkerüljék, be ne menjenek a házba. Vagy pedig kapcát kell meggyújtani, kapcarongyot. Sokan azt se tudják, mi az, hogy kapcarongy. Tehát meg kell gyújtani, és azzal körbe járni a házat, hogy a veszélyt elhárítsák a ház feje fölül. Ezek olyan ma már nevetségesnek tűnő, de sokan korábban biztosnak vélt eljárások, amelyekkel megpróbálták mindenféle módon elkerülni azt, hogy valami az évben valamilyen káresemény éri az épületet, vagy a lakóépületet, vagy az istállókat, állatokat.
Ami jelentős itt a húsvétnál, hogy ez a tavaszi megújulásnak az ünnepe, hiszen nem véletlenül mosakodnak le ilyenkor tavaszi friss vízzel a lányok, nem véletlenül öntözik őket a férfiak ilyenkor, hiszen ez egy átvitt értelemben a megtisztulást jelentő cselekedet. Nem véletlenül adnak tojást a fiúknak a lányok, esetenként, vagy esetünkben hímes tojást húsvétkor, mivel ez meg a termékenységnek a szimbólumaként vált közismerté, tehát ezt mindenképpen ebben az időszakban kell megcsinálni. De egyébként a húsvét, amikorra már ugye elmúlik a böjt, vigyázni kell mindenképpen, hogy nagy szombaton este, amikor már feljönnek a csillagok, és újból ehetik az emberek a sonkát, kolbászt, meg a tojásokat, nehogy valaki túl egye magát, hiszen ha valaki komolyan vette a böjtölést, akkor valóban 40 napig nem evett zsíros ételt. Na most, ha hirtelen megnyomja, vagy telerakja a gyomrát zsíros étellel, abból bizony nagyon komoly következmények és negatív következmények is lehetnek. És természetesen húsvét első napja az ünneplési, a második napja a locsolkodási, de még mindig márciusban vagyunk most jelen időben, tehát március 28-án a húsvét második napjával véget ér ez a nagy méretű ünneplés, és felszabadulnak az embereknek a zsigerei is, hiszen már dolgozhatnak, ehetnek, mi kell még egyéb más. Mi a legkülönösebb húsvéti szokás, amivel találkoztál? Nézd, én gyerekkoromban nagyon nagy örömmel vettem részt a húsvéti locsolkodásban, hiszen az a szokás, hogy az embert megajándékozzák, sokkal inkább beleivódik a gyerekeknek a tudatába, mint az, hogy most húsvétot ünnepelünk. Annak idején az én gyerekkoromban a 50 fillér az ajándék, amit egy locsolásért kaptunk, az egy nagyon jó pénz volt, hiszen egy tojás is 50 fillérbe került. Tehát ha én 30 forintot össze tudtam gyűjteni egy locsolkodás alkalmával, az maga volt a paradicsom. Amit ha most belegondolsz, hogy a rokon gyereknek már 5-10 ezer forintokat adnak egy-egy locsolásért, az valahogy az ünnepnek a varázsát veszíti el. Most ez nem különlegesség, arra nem tudok neked válaszolni, mi volt a legkülönlegesebb húsvéti élményem, hiszen mindenkinek a saját életéből kellene venni olyan példákat. Én csak úgy simán megéltem mindig a húsvétokat, a barátaimmal, az iskolatársaimmal, osztálytársaimmal csináltunk haditerveket, felírtuk, hogy milyen sorrendben kezdünk elmenni, locsolni, és kiket fogunk felkeresni, kiket nem fogunk felkeresni, hiszen egy olyan gyereknél már az is, az unszimpátia is nagyon jól működött. És reggel 6-kor kezdtünk el járni locsolni. Most képzeld el, városban elkezdenek most reggel 6-kor feldörömbölni lakókat, hogy megjöttünk locsolkodni, és mondhatjuk-e a verset, és bemehetünk-e, hát kizavarnák az embert, és még kapna talán egy kis fenyítést is az, aki hajlandó ilyenre, de falvakban ez természetes volt, hogy húsvétkor, én úgy emlékszem, hogy mindig jó idő volt, nagyon szépen sütött a nap, vittük a kis stadisznyánkat, és abba gyűjtöttük össze, és természetesen nagy része a tojásnak össze is tört, és természetesen úgy vittük haza. A cellulit örök probléma a hölgyek körében. Mozák Katarintól kapunk most hasznos tanácsokat és jó tippeket, hogy hogyan tudjuk ezt házilag is kezelni, illetve eltüntetni. Milyen kezelést mutatunk be ma a kedves nézőknek? Mai napon egy testkezelést, konkrétan testtekercselést fogunk megcsinálni. Ez mire jó? Ez nagyon jó lehet azoknál, akinél cellulitis állapotok vannak, illetve jól működhet azoknál, akik ödémára hajlamosabbak a pangó folyadék elvezetésére. Ez olyan kezelés, amit otthon magunknak meg tudunk csinálni, vagy ehhez mindenképpen szalomba kell menjünk? Hát abban az esetben, ha ügyes segítségünk van, és tudja, hogy hogyan kell ezt a kezelést kivitelezni, meg tudja csinálni. Egyedül szerintem kicsit bajosabb, mert a fóliát azért speciálisan kell bizonyos pontokon tekerni, és
egyedül saját magunknak szerintem kevesebb sikerrel tudjuk kivitelezni ezt a műveletsort. Hogyan történik a kezelés? Először egy vérbőségfokozó anyagot viszünk fel a bőrfelületre. Ez egy zseli állagú anyag, amelyben alga, citromolaj, rozmaringolaj, paprikaolaj, fahéjolaj található, és ezt követően jön a tekercselés. Ez már önmagában ez az olaj, olajas gél kellemesen felpezsdíti a vérkeringést, amin fokozunk majd egyet ezzel a fóliával, majd ezt követően egy hőtartó fóliába fogjuk még becsomagolni a vendéget, és egy pléddel takarjuk be, és ebben pihen egy 45 percet. Tehát akkor ez még egy ilyen kis extra is, hogy relaxálódunk is. Van-e olyan helyzet, amikor ezt nem szabad megtenni? Abban az esetben, ha visszél problémái vannak a vendégnek, hogyha netenten valamilyen bőrbetegsége van, keringési problémái vannak, akkor természetesen ezt a kezelést mellőzzük, természetesen terhesség ideje alatt is mellőzzük ezt a fajta kezelést. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakinek viszerei vannak mondjuk a lábán, akkor mondjuk a hasa sem tekercselhető? Én nem nagyon szeretem ilyenkor szétbontani ezt a kezelést. Célszerűbbnek tartom más hatóanyagot választani, ugyanis nem csak vérbőségfokozó, hanem hűsítő zselék is léteznek. Tehát, hogyha valakinek visszél problémái vannak, akkor semmiképpen nem ajánlanám azokat a hatóanyagokat, amik fokozzák a keringést a testfelületeken. Inkább akkor áttérnék ezekre a hűsítő hatású, kámforos, mentaolajos, rozmaringos változatokra. Tulajdonképpen ezek az olajak mit fognak tenni a bőrünkkel? A helyi vérkeringést fokozzák, és ezáltal a méreganyagoknak a kiürülését segítik, illetve ez a szoros nyomókötés segíti a nyirokkeringésnek a munkáját, ezáltal egy tisztító méregtelenítő folyamatot támogatunk a szervezeten belül. Ez egyébként az a fajta testtekertelés, amit sokszor reklámoznak, hogy egy ruha mérettel fogy már az első kezelés alkalmából? Szokták így is reklámozni, abban az esetben szokott ez igaz lenni, hogyha az illető nagyon ödémásodásra hajlamos, hiszen a pangóvizet kiszorítva nyilvánvalóan kellemesebbnek fogjuk érezni a ruhánkat felvételkor, tehát úgy fog tűnni, mintha fogytunk volna. De én ezt a kezelést elsődlegesen inkább cellulit problémákra javasolnám, illetve hogyha nehéz lábérzete van valakinek, hűtő zselékkel alkalmazva egy kicsit könnyebb utána a lábnak egy komfortosabb érzetet tudunk biztosítani ezáltal a kezelés által. Milyen testterületeken tudjuk használni? Teljes testen tudjuk alkalmazni ezt a kezelést. Előfordulhat-e az, hogy mondjuk ezeket a kiváló hatóanyagokat nem csak így tekercselve, hanem masszírozva is használjuk, vagy így hatásosabb, ha tekercselve van? Nem, természetesen ennek a készítménysornak létezik olyan egysége, amivel olaj formájában masszírozható, vagy ha valaki jobban szereti a krémes masszázsokat, akkor krémes masszázsa is létezik ennek a kezelésnek. Hogyha letelt az időnk, relaxálódtunk, a hatóanyagok hatottak, akkor csak egyszerűen kibújunk belőle, zuhanyzunk és kész. Így van, leszedjük a fóliát, és azt követően kicsit felitatva a maradványokat, vagy hogyha valaki szeret utána zuhanyozni, akkor zuhanyzást követően akár saját krémét alkalmazva, akár krém nélkül is felöltözhetünk, és így befejeződött arra az alkalomra a kezelésünk. Tulajdonképpen, hogyha valaki házilag szeretné ezt megvalósítani, akkor gyakorlatilag, ha ezeket az olajakat egy már megtanultam szőlőmagolajba, vagy más olyan semleges olajba csöpögteti, ami jó felvívő anyag, akkor így is használhatja? Igen, csak abban az esetben egy kis időt várni kell, hogy összeérjenek ezek a hatóanyagok, tehát egy pár percig rázogassuk ezt az olajat, hogy jól elkeveredjen az alapbázis olajban, hogy összeérjen, és azt követően vigyük fel a teljes testfelületre. Én javaslom azt, hogy kesztyűt húzzon fel az, aki kezeli a delikvenst, ugyanis azért ezek a vérbőség fokozó olajok hiába mossuk meg a kezünket, mivel zsíroldékony anyagokról van szó, vízzel mosva, még a kezünkön fog maradni az illóolaj maradéka, és ha erről elfelejtkezünk és netán szemünket megdörzsöljük, igen kellemetlen érzésben lehet részünk.
Van-e még más tanácsod a kedves nézőknek ehhez a kezeléshez? Bőséges folyadékfogyasztás, ugyanis minden egyes cellulit kezelésnél, minden egyes ilyen jellegű terápiánál nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékkal egészítsük ki, hogy támogassuk a szervezetünknek a méregtelenítő folyamatait, értve ez alatt a mindenféle plusz adalékmentes gyújtákat, tehát cukor és egyéb ízfokozók nélküli natur teákat, mentes vizeket, tisztított vizeket érdemes fogyasztani kiegészítésképpen. Napi legalább 2 liter mennyiségben. Az, hogy a városunkban vannak tehetséges gyerekek a zene terén, ez már számunkra teljesen megszokott. Most egy rendkívül tehetséges fiatalemberrel fogunk megismerkedni. Dávid szeptembertől tanul nálam zongorát, hivatalosan alapfok első osztályos növendék, általános iskolában 3. előtte 2 évig előkészítő tagozaton tanult zongoránál más tanároknál, most szeptembertől a mi intézményünknek lett a növendéke. De ez a darab, ez nem egy alapfok elsős darab? Hát igen, nem. Egy meglehetősen nehéz darabot tanult meg, Schumann fantázia táncát. Hát ezt legkorábban 3., 4., de inkább 5. anyagként szoktuk tanítani, mint technikailag, és hát nem utolsó sorban érzelmileg is egy nagyon komoly darab, és ezt egy 3. növendék, általános iskola 3. növendék fogja eljátszani. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy valóban van benne tehetség, mert mi kell ahhoz, hogy valaki jól játszon? Több összetevős a zongorázás, a zenetanulás, a színpadi pálya, kell hozzá egy motorika, tehát jó kéz, jó agyi memória képesség, és van az a faktor, amit úgy szoktunk mondani, hogy amit nem lehet megtanítani. Tehát ez elsősorban a zene, azok az apró pici fogások, amit meg lehet mutatni, de igazából azt tudja szépen kiformálni, akiben egy picivel több van, mint az átlag. Mire számíthatunk, mik a további terveitek? Most ebben az évben talán még egy nagy koncertdarabot megtanulunk. Én úgy szoktam tanítani a növendékeimet, hogy tanulunk úgymond zongorázni, tehát tanuljuk a szakmát, mert ez valahol egy szakma, egy megtanulható. Szükségesek alapismeretek, és mellette tanulunk koncertdarabokat. Május 18-án lesz egy nemzetközi találkozó az intézményünkben, zongorakurzussal egybe kötve, ahol a Csabai Csilla zongoraművész fog kurzust tartani, arra valószínűleg új darabot, hát jelenlegi terveink szerint egy Bachot fog megtanulni Dávid. Ez egy elég nehéz darab, amit játszol. Miért pont ezt választottátok? Mert a tanárom úgy gondolja, és én is, hogy eléggé érett vagyok hozzá, hogy ilyen nagy darabot játszok. És miért a zongorát választottad? Mert annak ragadott meg a hangszíne, a dallama, és úgy éreztem, hogy ez a nekem való hangszer. Van-e példakép? Varnus Szavér. Miért pont Varnus Szavér? Ő nem zongorázik. Tudom, de régen zongorázott, és az ő zenéjében nagyon jó a dallam, nagyon nagy zeneiség, és ahogy játszik, az nagyon zenei. Értem, és mi a célod, amit szeretnél elérni? Hogy hasonlóan játszok, mint Varnus Szavér. Az elmúlt adásban nagyon sok szó esett a Pilates jótékony hatásáról. El is kezdtünk önökkel megismertetni egy gyakorlat sorozatot, aminek a második része következik. Jó, és szeretnénk rögtön egy olyan feladattal
nyitni kezdeni, ami nagyon könnyen és otthoni körülmények között is egyszerűen kivitelezhető, ez pedig legördülés a falnál. A kiinduló helyzet ugye a helyes testtartásnak a beállítása volt. Na most ehhez a feladathoz egy lábfejnyit előrelépünk, neki támasztottuk a keresztcsontot a falnak, itt a hátadat azt nem kell belenyomni, tehát a derékívet azt nem nyomjuk bele, a lapocka simul még a falhoz, illetve a fejnek ez a hátsó boltozata. Picit rogyasztjuk a térdet, ez olyan, mint amikor egy magas székre, egy bárszékre ráülne az ember, és innen indítjuk a mozgást, mondom hozzá a légzést is, belégzés és megnyújtjuk egy picit a fejet, kiemelkedik, és kilégzésre indítjuk a fejet, indul a váll, és lassan, óvatosan előre gördülünk, megnyújtjuk a hátszakaszt, megint lent belégzés, és kilégzésre visszagördülünk, és csigolyáról csigolyára rendezzük a tartásunkat, figyelünk arra, hogy ne feszítsük túl a hátat, a gerinc az illeszkedik a falhoz, és megint a fej. És megint belégzés, megnyújtjuk magunkat egy picit, és kilégzésre indítjuk fej, a váll, a hát. Az a cél, hogy ennél a mozgásfolyamatnak a végén elérjük a talajt, megint belégzés, és kilégzésre visszagördülünk. Oké. Okay. És most azok figyeljenek, akik kíváncsiak arra, hogy mit is ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre, illetve akik arra kíváncsiak, hogy milyenek a kosjegyű emberek. De ne felejtsék, a csillagok nem kényszerítenek, csak hajlamossá tesznek. Kos. Nincs minden nyugalmasabb nap mögött valami probléma. Ha már csendesebb a napja, azonnal aggódni kezd, hogy vajon mit felejtett el, vagy mi lehet a színfalak mögött. Nyugi, minden rendben, élvezze a nyugalmat. Bika. Kicsit lazábbra vett fontos dolgokat. Ha belehúz, még utolérheti magát. Egyébként meg ön tudja a legjobban, hogy a fontos dolgok halogatása miatt mindig az utolsó pillanatban kell a legnagyobb energiáját beleadni. Ikrek. Figyeljen jobban az idejére. Sok fölösleges dologra pazarol el értékes időt. Kicsit jobb szervezéssel sokkal hatékonyabb lehetne. Céljai megvalósítása érdekében most jobban teszi, ha teljesen arra koncentrál, ami igazán fontos. Rák. Sokszor előfordul, hogy aggódik. Ebben az időszakban nyugodt lehet. Minden a legnagyobb rendben megy. Munkaterén jó ajánlatokat kap, de vigyázzon. Nem minden arany, ami fénylik. Oroszlán. Előfordulhat mostanában, hogy hirtelen kijön a sodrából. Szerencsére nem szokása a hosszas mérgelődés. Lépjen hamar túl rajta most is, és élvezze a tavaszvárást. Szűz. Minden olyan helyzet, amiben kreativitásra lesz szükség, most nehezére fog esni. Egyszerűen elfáradt, ennyi az oka. A szokásos halogatást mindenképpen felejtse el, mert jó lehetőségeket szalaszthat el. Mérleg. Mindig az a nehéz, hogy az első lépést megtegyük. Tudja, a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik. Egyébként meg minden célja most sokkal közelebb kerülhet a megvalósuláshoz. Skorpió. A kitartása meghozza gyümölcsét. Számtalan olyan ötlete érik be, amiért mostanában elkezdett tenni. Ezért szakmailag is előrelépésre számíthat, sőt, nem utolsó sorban anyagi sikereket is elkönyvelhet. Nyilas. Egyre világosabbá válik ön előtt is, hogy amibe eddig fektette az idejét, energiáját, az fölösleges volt. Legalábbis nem fogja elérni a várt eredményt. Biztosan ismeri ön is a mondást, ezzel az ördögnek tartoztam. Bak. Mindent próbál a saját módján elintézni. Előbb érdemes lenne tisztázni saját céljait, és azt, hogy mi mellett tud igazán elköteleződni. Ha ez megvan, már minden energiáját bevetheti a cél elérése érdekében. Vízöntő. Vegyen vissza a tempóból kicsit, itt az ideje, hogy pihenjen, relaxáljon, és azután újult erővel vesse bele magát a munkába. Még mindig vannak rendezetlen családi ügyei, érdemes lenne ezeket is megoldani. Halak. Most ébredt rá, hogy mennyi mindent nem tett meg az elmúlt évben. Gondolja át, ami fontos, azt tartsa evidenciába. Ami nem számít, már azt húzza le a listáról. Aztán készítsen egy fontossági sorrendet, mert mostanában jó lehetőségek kínálkoznak ezen tervek megvalósítására.
szegény kosról már annyit beszéltünk, mindig minden vele kezdődik, hiszen a tavaszi napi egyenlőség jele, a március 21-i napforduló az idén 20-án lesz a szökőév miatt. Mindig jelentős, és hát ott kezdődik az év, az új év, a csillagászati, a meteorológiai év, asztrológiai év, tehát mindent azzal kell kezdeni, induljunk el megint a kostól, mint mondtam, a kosok lendületesek, néha akár agresszívak is, úgy fogalmazhatnék röviden, a tettek embere. Csinálni kell, vezető típus. A kos az, aki hamar kiválik a közösségből, az elsők közé kerül. Nem azért, mert ő tündökölni akar, van ilyen jegy is, nem azért, hogy jobban megéljen. Úgy van vele, mint amikor rendeznek ilyen nagy össznépi futóversenyt, és elmegy, játszunk, mozogjunk egy kicsit, futok egyet. Ha már futok, akkor futok igazán, mondja a kos, és elkezdi, de komolyan véve. És amikor beér elsőnek a célra, én győztem. Én csak futottam, én nem győzni akartam. Szóval a kos lendülete ilyen. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió asszendensében. Addig is vigyázzanak magukra. A viszontlátásra!